A Kézenfogva Alapítvány által megvalósított projekt az arra épül, hogy az ENSZ egyezmény értelmében a fogyatékos emberek célcsoportjába tartoznak, vagy tartoznak a jövőben a pszichiátriai problémával élő emberek is. És arra jött létre ez a projekt partnerség, hogy azt vizsgálja meg, hogy ezek a partner országokban, ebben a folyamatban, az ENSZ egyezmény ratifikálását követően, hogyan változnak a szolgáltatások, hogyan készülnek fel a szolgáltatók, vannak-e olyan nemzeti dokumentumok, vannak-e olyan stratégiák, amelyek ezt a célnak a gyakorlatba épülését segítenék. Azt látjuk, hogy nem igen vannak még ilyen nemzeti dokumentumok, hiányoznak azok a nemzeti stratégiai elképzelések, akár a képzésfejlesztésre vonatkozó elképzelések, akár a szolgáltatásfejlesztésre vonatkozó elképzelések, amelyekkel meg tudnának felelni fogyatékos embereknek szolgáltatást nyújtó szervezetek. A legérdekesebb, azt hiszem, a lengyel partnernek a megközelítés volt. Náluk ez nagyon jól működött, és nagyon nagy hangsúlyt is helyeztek erre, hogy akár a foglalkoztatási szolgáltatásuk, akár például a közösségben működő, általuk működtetett és pszichiátriai betegek és fogyatékos emberek által működtetett kávézó például, az megfeleljen ennek a szempontnak.